Lelkem tanítottad jobbá, többé válni, szeretett dallamot írni, komponálni. Ma már úgy működik, mintha visszhang lenne, s megértő szeretet köszön vissza benne. Hála muzsikája száll most feléd tőlem, szeretett dallama kibomlik belőlem. Neked köszönöm, hogy megtanultam adni, szeretnék örökre gyermeked maradni. Aranyosi Ervin hálás szívvel Anyák napjára című versének töredékével köszöntöm kedves nézőinket 711. adásunkban, május elején, amikor világszerte nagyon sok helyen megemlékeznek az édesanyákról. Az első Anyák napi megemlékezést 1925-ben szervezték meg, anyaországunkban pedig május első vasárnapján ünneplik az édesanyákat. Május 5-én Radnóti Miklósra, neves költőnkre és műfordítónkra is emlékezünk, aki 108 évvel ezelőtt, 1909-ben született Budapesten. Térségi híreinket követően mai adásunk témája egy székelykevéről készült filmprodukció lesz, a Legdélebbi Magyarok címmel, amelyet április 6-án mutattak be a székelykevei közönségnek, a Falufejlesztési Társaság szervezésében, majd április 29-én a Duna TV csatorna nézői is megnézhették. Tekintettel a film hosszúságára több részletben tudjuk bemutatni nézőinknek. Maradjanak velünk, 711. adásunkhoz is mindenkinek jó ételt kívánunk! Hertelendi falván a református egyházban meghonosult régi hagyomány szerint idén is húsvét vasárnapján tartották meg a 6. osztályos ifjak konfirmálását. Ez alkalommal 6 fiatal, 3 leány és 3 fiú tett vallást hitéről, és vette magához első alkalommal az úrvacsorát. A konfirmált ifjak helyét húsvét másnapjától már az 5. osztályosok foglalták el, akik előreláthatóan 8-an léphetnek jövőre a konfirmáltak sorába. Aktívan működik az udvarszállási Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület ifjú vezetősége. Április 16-án, húsvét napján szervezték meg közös összefogással kicsiny közösségükben több éves kimaradás után az első húsvéti báli mulatságukat. Az előkészületekben még a gyerekek is derekosan kivették részüket. A jó hangulatot Táborosi Dániel és Csanádi Árpád zenészek biztosították a közel 70 fős, legkülönbözőbb korosztályú vendégseregnek. A báli mulatságok közkedvelt tombola játéka sem maradott el, amelyre az ajándékokat önkéntes adományból gyűjtötték össze, a főnyeremény pedig a szervezők személyes ajándéka volt, egy ízletes, ötletesen díszített nyuszi torta. A sikeres mulatság biztatás is volt egyben a szervezők részére, hogy közös erővel még nagyon sok rendezvényt érdemes tervezni és szervezni. A tavasz beáltával megkezdődtek a guzsajas záró ünnepségek, tea délutánok is. A Hertelendi falvi Tamási Járon Székely Magyar Művelődési Egyesület népművészeti csoportjának tagjai az elmúlt hét folyamán, április 26-án a helyi Gyetván Szlovák Művelődési Egyesület kézimunkázóinak vendégei voltak más csoportok tagjaival közösen, majd vasárnap, április 30-án Torontálvásárhelyre látogattak, ahol a helyi Művelődési és Művészeti Központ volt a tea délután szervezője és vendéglátója több mint 10 kézimunkacsoportnak. A több órás zenés társalgás minden alkalommal új élményt nyújt a résztvevőknek, és nem volt az másként most sem, amikor új, vidám hangulatot keltő társasjátékokkal gazdagították a szórakozást, sőt, a díjazás sem maradt el. A következő tea délutános találkozást a Sándor Egyházi Bonas Sándor Magyar Művelődési Egyesület szervezi május 7-én, majd ezt követően minden hétvégén más helyszínnel rendeznek találkozást. A hét első napjaiban volt a május 1-i ünnep, a munka ünnepe, amely a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május 1-én tartandó ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünnepelni.
Napjainkban veszett az ünnep fénye, sok munkásnak már nem is szabadnapos ünnep, sőt, sok helyen ismét a munkásmozgalmak, tüntetések jellemzik a napot. Az idei májusi ünnep egy hosszú hétvégére sikeredett, így mégis voltak szép számban olyanok, akik a természetben töltötték az ünnepnapokat. Városunkban és környező településein is sok olyan pihenőhelyet lehet találni, ahol kikapcsolódást, szórakozást és pihenést leltek közösségünk tagjai. A székely-kevei közösség és az onnan elvándoroltak múltjáról, jelenéről és jövőképéről alkotott filmprodukció a Média Tanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával készült a Debreceni Média Centrumban 2016-ban Vojtko Ferenc filmrendező forgatókönyve alapján. Renyó Norbert operatőr remek felvételei, a székely-kevei ifjú Csóti Imre archív fényképei, valamint Lakatos József filmtechnikus, Kapusi József vágó és munkatársaik közös munkája során egy tartalmas dokumentumfilm került a nézőközönség elé, amelyet először a székely-kevei közösség tagjai április 6-án nézhettek meg a Falufejlesztési Társaság szervezésében, majd április 29-én világszerte láthatóvá vált az MTVA Duna TV csatornáján. A székely-kevei bemutatón részt vett a film rendezője Vojtko Ferenc és a filmtechnikusa Lakatos József. A Magyar Percek nézőinek részletekben tudjuk bemutatni az alkotást, amely egy őszinte, néha borulátó, máskor pedig egy biztató képet nyújt mindannyiunknak a múltról, bizonytalan jelenünkről és azok véleményéről, akik úgy döntöttek, hogy itt maradnak. Melbourne, Ausztrália egyik legnagyobb kiterjedésű és legnépesebb városa. Ahogy az ország, úgy a metropolis lakosságának 95%-a európai származású. Közéjük tartoznak a bevándorló magyarok is. Melbourne-be és környékére magyarok a második világháború után érkeztek nagyobb számban. A Melbourne környéki magyarok száma az 1970-es és 80-as években jelentősen megnőtt. Az egykori Jugoszláviából tömegével érkeztek délvidéki magyarok, akik csatlakoztak a meglévő szervezetekhez, de önálló intézményeket is alapítottak. A nagyváros egyik külső kerületében található a Melbourne-i Magyar Központ. Elsők között ehhez az 1955-ben alapított szervezethez csatlakoztak a délvidékiek. Ők is részt vettek az 1970-es évek építkezésében, melynek köszönhetően létrejött Ausztrália legnagyobb magyar intézménye. A központi hatalmas épület mellett előbb templomot, majd emlékparkot hoztak létre,
ahol a magyar történelem sorsfordulóinak eseményeit elevenítik fel. Többek között itt emlékeznek a nemzeti ünnepek mellett a délvidéki mészárlás áldozataira is. Aki leszeretne tenni egy szál virágot, akár koszorút is, akkor jónak látták a Melbourne-i központnak az igazgatósága, hogy legyen itten egy emlékmű. Több mint egy évtizede, hogy megemlékezünk a délvidéki ártatlan áldozatokra is, ami 44-45-ben történt, egy olyan jelszóval, hogy akikért nem szólt a harang. Így egy évvel ezelőtt fejembe pattant egy ötlet, hogy az emlékükre egy emléktáblát kellene állítani. A város környékén két délvidéki magyar szervezet jött létre. Nem a békétlenség, hanem a távolságok miatt. Az egyik a Délvidéki Magyarok Szövetsége. ...1977-ben alakultunk meg, egy néhány magyar hazavágyó, magyar összedugta a fejét, és hát még akkor nosztalgikusak voltunk, és hát, hogy legyen nekünk egy magyar futballklubunk, csoportunk, hát megalakítottuk a Kék Dunát, mivel nálunk délvidéken, amikor falunkban, Székelykevén van ugyanegy ilyen Kék Duna, és mivel legtöbben onnan vagyunk, hát elneveztük Kék Dunának. Melbourne-ben egy másik délvidéki magyar közösség is működik. Jelentős távolságra a Kék Dunától. A Délvidéki Demokratikus Magyar Szövetség központjánál Gémeskút, Lángos utca, gondűző terem fogadja az érkezőket. A nyugati kerületekben ez az egyetlen egy szövetség létezik, ahova a magyar, mindegy, hogy melyik rész, világ részről jött, és a magyarok, hogy legyen egy szórakozó helyük, és hogy egy otthonunk létezzen. Az elmúlt évtizedekben ez a szövetség nagyon nagy gondot viselt a fiatalok nevelésére, úgy az anyanyelv elsajátítására, mint az iskolákra. Sokat foglalkoztunk a fiatalokkal, tánccsoportok voltak, jártunk különböző találkozókra Ausztrália szinten, és ez mind jól működött, amíg volt elég tag. Annak ellenére, hogy a délvidéki magyarok, köztük a székelykeveiek, több évtizede új hazára találtak Melbourne-ben, sokuknál a honvágy egyáltalán nem szűnik. Időről időre útra kelnek. Újra vándorló székelyé lesznek, elindulnak hazafelé. A Juhász család tagjai is rendszeresen útra kelnek, hogy visszatérjenek szülőfalujukba. Utazásuk a legtöbb esetben Magyarországon keresztül vezet. Így pótolják azokat az élményeket, ami jugoszláv állampolgárként nem adatott meg nekik. Felkeresik a magyar történelem meghatározó helyszíneit. Úgy érzem, hogy hazajövök, és nagy-nagy szeretettel jövök mindig haza, minden időben. Minden, ami magyar dolgokkal, magyar helyekkel kapcsolatos, meg magyarokat érintő dolgok, ahol történnek, az nekünk mind nagyon fontos, mert igazából így tudjuk kísérni
onnan a távoli Ausztráliából a magyar nemzetnek a hogy létét és hová jutását. Nem mindegy, hogy televízión látod, vagy pedig élőben láthatod, és ott lehetsz. A történelem legnagyobb kincse talán a korona. Először, mikor láttam, akkor is sírtam, hát most is egy kicsit úgy nyeltem belőről a könnyeimet, és jó érzés, nagyon-nagyon jó érzés látni, és én mindenkinek ajánlanám, hogy nézzék meg. Magyarországi élményekkel indul a juhászházas pár Budapestről a szülőfalujukba, amelyhez ezer szállal kötődnek. Milyen lesz, ha megérkezünk? Hát nagyon remélem, hogy hasonló kedvességgel várnak, mint a legutóbb, hogy otthon voltunk. Tudod, hát én nem is tudom, már olyan régen voltunk otthon, 5 éve. Hát 5 éve. Azóta is sokat változott azért, tudod, a világ, nagyon megritkultak a hogy is mondjam, a falubeliek, elmentek. Hát már nem olyan népes a falunk. A magyar földön otthon vagy, vagy itthon vagy, és ez olyan jó is, ugye valahol. Ausztráliában meg otthon vagyunk, a szülői házban, a gyerekek társaságában. Igen. És most megyünk haza. Igen. A szűkert bazánkba, Székely Kevére. A magyar földön járunk, és akkor az is magyar föld volt. Most is az, csak más országhoz tartozik. Másképp nevezik. Ezért is nagyobb mindig az izgalom azzal kapcsolatban, hogy érjünk haza, mert igazából bárhol vagyunk a Kárpát-medencében. Én azt mondom, hogy ha nem lennének ilyen nagy magyar közösségek Ausztráliában, akkor rettenetesen küzdenénk a honvágyjal. Annyiból vagyunk szerencsések, tényleg így, hogy mondod, hogy ottan, az ottani magyarság hozzájuk társulva megteremtettünk egy kis Magyarországot. Amikor megesküdtünk 44 évvel ezelőtt, akkor is itt voltunk 2 hetet, ugye, itt töltöttünk. És nagyon szép napokat töltöttünk. Hát lehet azért, mert a fiatalok is voltunk, meg nagyon az, élveztünk. Igen, az, hogy a kis falunkból kimentünk, és egy ilyen nagyon szép magyar várost láthattunk. És hát az egy nagyon jó érzés volt, és most azok az érzések előjönnek. Szerémség a történelmi Magyarország egyik legdélebbi tájegysége, melyet a Duna és a Száva ölel körbe. Az itt élő magyaroknak nehéz sors jutott, hiszen a középkorban a török dúlás következtében szinte a teljes lakosság elpusztult. A bujdosás csupán néhány kisebb közösség élte túl, akik megmaradtak, falut alapítottak, a sorsukra nézve sokat mondó névvel. Maradék. Maradék évszázadokig megmaradt magyarnak, pedig a történelem nem volt kegyes a faluhoz. 1867-ben a kiegyezést követően a Magyar Királyság elcserélte a szerémséget Fiume városáért a Horvát Királysággal. Ma a szerémség lakosságának mindössze 1% a magyar. Éppen ezért kiemelt szerepe van a legjelentősebb szorványtelepülésnek, Maradéknak.
Egyetlen anyaegyházközségi szerémség területén. Igen. A szerémségről kell tudni azt, hogy a Vajdaságnak a legszurványosabb vidéke Magyarország tekintetében. Köszönhető ez annak is, hogy 1867-ben ezt a területet már elcsatolták. Lesz utánpótlás? Hál' Istennek igen, mivel gyerekek vannak, tehát itt nem ritka a három gyerekes család se a faluban. Egyedül annyi a gond, hogy rengeteg a vegyes házasság, és a fiatal házasságok között nincs már szintiszta magyar házasság, de ezért nagy sikernek könyvelem el azt, hogy 1978-ban megszűnt ugye a magyar nyelvű oktatás, és most 2013-ban pedig iskolabuszt tudtunk beindítani, hétvégi óvodát, majd aztán rendes óvodát, és most már helyben is itt megnyílt egy magyar tagozat 5 gyerekkel. Szeretnénk egy szurványközpontot is létrehozni, aminek a keretében működne az akkreditált óvodán, mivel a jelenlegi óvodánk az nincs akkreditálva. Egyrészt, mert Szerbiában még nem létezik olyan, hogy egyházi oktatási intézmény. Másrészt pedig oda politikai akarat kell, de megfelelő épület is kell hozzá, ami az uniós szabványoknak megfelelő, és ezt szeretnénk most felépíteni. Hál' Istennek, feleségbe futottunk. Reméljük, hogy itthon vannak, akik várnak. Kop, kop, itthon van valaki? Isten hoztam. Oh. Jaj, de jó. Szevasztok. Ugye, ugye, jó, talán. Szervusz, Ilonka. Jaj, na, mondtam mindenki. Kicsit később érkeztünk, ugye, mint ahogy vártatok, de hát jaj. Nagy a forgalom. Szervusz. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Filmbemutatóra hívjuk fel kedves nézőink figyelmét. A Magyar Nemzeti Tanács és a Budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával Pancsova városunk művelődési központjában május 10-én szerdán 19 órai kezdettel kerül bemutatásra egy szerb-magyar történelmi mozifilm Álomhava cím alatt Bicskei Zoltán rendezésében. A film megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A belépőjegy ára 100 dinár. Felhívjuk ifjú nézőink figyelmét, hogy Torontálvásárhelyen, a Református Egyházban május 13-án szombaton 10 és 16 óra között országos ifjúsági napot rendeznek 13 és 20 év közötti fiatalok számára.
Tartalmas és szórakoztató programmal is várják az érdeklődőket a szervezők. Értesítjük nézőinket, hogy műsorunk ismétlését ezentúl vasárnap este 8 órakor láthatják, új műsorral pedig mához egy hétre, csütörtökön délután 1:30-kor jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!